Na szavaztok srácok, én Kis vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban itt van velem Bara. A kapibara. És most egyvégyezni fogunk, de hogy azért ne alázzam annyira elszegényt, mint a múltkor. Nem, amúgy most azért már kezd fejlődgetni, de ja, hogy legyen egy ilyen plusz kihívás nekem, Bara fog igazából megszabni bizonyos szabályokat, hogy én miket nem csinálhatok. Például az első mi lesz, Bara? Az lesz, hogy nem double jumpolt, szóval deselt. Szóval nem deselhetek, ami azért egy elég nagy dolog, azért az blockdashbe elég nézi, és igen, blockdashbe fogunk játszani megint csak, mert szerintem az a legjobb játékmód arra, hogy az 1v1-eket eldöntsük. Szóval ja, menjünk át! Na itt is vagyunk a Stumble Guys-ban már, srácok, és már megyünk is, itt is van a jó kis blockdash-en leszünk, és speciál emótokat ugye ugyanúgy használhatok, szóval Barának azért egy nehéz dolga lesz, közben itt átállítom a mikrofont. Ja, és sajnálom, Bara, ezt figyeld! Várjál! Mit? Csak most lett meg. Aha. Milyen? Jó, de várjál, az mondjuk a dashbe baj, hogy nem tudlak kiespézni. Mert hogy ahhoz ugye dashelni kell. Már amúgy nem feltétlen, hogyha csak ugrok, az is jó. Csak nem annyira. Meg nem tudok átbagolni a falakon, meg ilyesmi. Az mondjuk probléma, meg már most azonnal dashelnék, mert én mindig ezt csinálom. Nem tudsz ilyet csinálni. Mit csinált? Dashelni. Jaj, de jó, dashelni. Jaj, de jó, hogy ki foglak ütni az első ugrálósnál. Tehát, hogy semmi esélyed nincsen. Tehát nem tudom amúgy, tehát, hogy most itt elmehetünk jó sokáig, de hát megfoglak, azt nem töröm ki mondjuk, a szevasz. Hoppá! Vagy mondjuk egy ilyennél megfoglak, azt arrébb ütlek, és nem tudsz vele mit kezdeni. Mi? Mi a szar az? Igen, oda, te nagyon nézé felkerültél a tetejére. Na gyere, Bara! Na gyere! Hopp! Rohadjál, meg így is működik. Azt hittem, hogy nem fog. Ha? Mi a szar? Ember! De ez hogy? Megütöttelek direkt. Na jó van. Srácok, le kell győznünk Barát. De nagyon durván. Nem játszadozhat itt velünk egy kapibara. Te mi a szar csinálsz? Te kaják el hoztad a villámot? Ez ennyire toxik. Én mindig bent vannak. Na, tört ki. Akkor ne tört ki. Én nem tudok dashelni, ugye? Szóval, ja. Ja, nem tudok dashelni, szóval... Ja, kösz. Oké, kitörte nekem Bara. És itt se deselhetek, szóval azért nehezebb dolgom van. Na? Bara megint csak kitöri nekem. Milyen kedves, mintha nem is egyvégyeznénk. Ha, ennyi. Még egy! Gyerünk, Bara! Jaj, de vicces! Szerencse, hogy így is át lehet menni. Te, gyökér. Hoppá! 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 Te rohadék. Na, tört ki! De ne úgy! Tehát ennyire egyszerű. Megfoglalkoztátok. Na és most van vége Barának. Szevasz. Ha beadnak, látsod össze. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Az első 1v1-be dash nélkül is elvertük Barát. Nézzük, hogy mi lesz a következő kihívás. A következő igazából ilyen kihívás az mi lesz, Bara? No, speciál emót. Szóval nem speciál emótozhatok, azt mondja. Hát, ettől függetlenül szétverlek, mert egy szimplán megforrok, azt leblokkollak, mint ahogy az előbb csináltam. Na, ennyi. Akkor induljunk. Na itt is vagyunk, srácok, mert a blockdash endless speciál emote nélkül. Szóval igazából Barát azzal tudom igazából elcseszni, hogy mondjuk rosszul töröm ki neki, nem engedem oda a tüskékhez, meg igazából ráugrok a fejére, meg blokkolom itt teljesen a palit. Ezzel viszont nagyon durván kitok vele cseszni. Sok helyzetben, jó nyilván nem itt az elején, mert hát itt még elég egyszerű, viszont végre deselhetek. Ez rendesen így abban érződik jobban, mert amúgy annyira nem volt nehéz a kihívás. Tehát, hogy így igazából megfogom, és hogy így csak így tudok mozogni önmagamba. Meg mondjuk így néha át tudok glitchelni a falon, hogyha ügyes vagyok. Barát így megfogom, azt lelököm, értitek? Tehát, hogy ilyen jó dolgok. Fú, de megütnélek, Bara. Nagyon megütnélek. Hoppá! Most az agyamban még mindig az van, hogy nem deselhetek, csak most már speciál. Mi a szar? Mit röksz, hülye gyerek? Majdnem kiestél. Mit majdnem? Közel se volt. Azt... Ja, persze. Ez a tisztában vagy? Jaj! Oly, rohadjál meg, hogyha kitoltalak volna oldalra, akkor nagy bajba lettél volna. Na jó, oké, itt menjünk át. Na, mi van, Bara? Nem megy? Hoppá! Ó, pedig az itt ilyenkor amúgy nagyon köcsögül ki lehet lökni a másikat. Figyeld, már mindjárt villámozik, figyeld. Figyeld, már ott állt, hogy ez villámozzon. Hoppá! Ja, meg itt most nem fogom neked már törni a dolgot. Jaj, Bara. Jaj. Hoppá!
Nem ver, és nem tudlak kiblokkolni pont jól. Nem baj, majd megcsinálom. Jaj! De nem áll ember, és akkor itt meg pont úgy van, pedig ott nagyon jól meg lehetett volna. Ennyi. És megyünk tovább. Itt pedig ugye nem speciál a motor taunt, hanem itt teljesen normális, szóval azt szerencsére még használhatjuk, anélkül azért már nagyon nehéz lenne. De, ja, szerintem megoldjuk. Ajaj, dupla? Beadja, nem? Jó, oké, és királyság. Hoppá! Így hoppá, mondjuk az ütés nyomtam be, de az mindegy, most igazából nem megütöttem barát, ugye szerintem nem haragszik rám, ugye? De. Takarodj már! Pedig majdnem leblokkoltalak, most azt nem mondta, hogy izé, nem kezdtél el fosni. Sajd. Aha, gondolom, hogy nem kezdtél el félni, hogy lehet közben itt még wave-rekordot döntünk neked, mert itt közben harcolunk. Jaj! Az majdnem baj volt, Bara. Ez majdnem baj volt. Jaj, de elhitted. Jaj, de elhitted, hogy bele fogok menni a villámodba. Na jó, srácok, írjátok le kommentbe, hogy kinek szurkoltok, nekem vagy Barának. Te rohadék, komolyan mondom, hogy nem lehet téged leblokkolni. Mi van? Majdnem nekiestem a tüskén. Jó, és akkor mi van? Egy kicsit arrébb lök? Takarodj már innen, ez az én pályám, jó? Te menjél innen el. Én vagyok itt a... De ember is nem tudok olyan gyorsan visszamenni, hogy rá tudjak ugorni a fejedre. Nekem jump glitch csinált egy olyat, hogy fú, hát azt nem tudom, hát remélem kirakja majd TikTokra, mert ez brutális. És érted, nem jó. Jajaj, mi lesz? Hoppá, én itt megoldom magamnak. Szépen. Hogy a csillag megy az igen. Na, mi van, Bara? Hoppá! Ennyi, jó királyság, most okosan kell. Jó? Ne! Ajaj, baj van. Ne, jobb oldalról a klács. Jó van, Bara, mondjuk azt, hogy egy-egy, de szerintem inkább másfél és fél neked. Mert szar vagy. Na jó, mindegy, mi a következő kívásom, Bara? Na mi lesz? Mondjad, már erre várok. Az lesz, hogy nem tauntolhatsz. De speciál emótokat használtok? Meg deszeltek is, nem? Igen. Akkor jó, oké. Annyi, hogy igazából nem használtok tauntot, srácok. Ez nem hangzik olyan nehéznek. Bara most szét lesz verve végre. Na jó, nézzük meg. Na itt is vagyunk, és hát Bara készülj az SP-kre, ugyanis azt elfelejtetted, hogy én így viszont tudok SP-zni. Kis gyerek. Szóval nagyon durván ki lesz ütve a Bara, ennyi a lényeg. Féljétek, ezzel kezdem. Ennyi, úristen! Köszönöm szépen, srácok, ez volt a taunt nélküli kihívás. Mennyi ideig tartott? Szerintem úgy körülbelül 3 másodpercig. Ennyit a Baráról, és arról, hogy speciál emóttel nem tud nyerni a gyerek, mármint hogyha van. Na, Bara, valami vélemény esetleg erről? Hát az, hogy véletlen volt. Véletlen volt, gondoltam. Én is véletlenül csaptam rád egy olyat, hogy konkrétan kirepültél a lézerbe. Konkrétan elsőre, na... Mondhatod a következő kihívás, mert az a helyzet, hogy túl gyorsan végeztünk. Na, Bara, kövi kihívás, esetleg valami ötlet? Csak labdába mehetsz át az akadályokon. Hát az nem hangzik olyan nehéznek, nézzük meg igazából. Na itt is vagyok, skint azt elfelejtettem váltani, szóval marad az emoji jutsu. De annyi a lényeg, hogy igazából labdával kell átmennem az akadályokon. Wow! Nagyon menő! Na várjál, hoppá! Mit csinálsz? Várjál! Hoppá! Ennyi! Úristen, nagyon szép! Várjál, figyeld! Itt igazából ennyit megcsinálok és kész. Tarám! Ennyire egyszerű. Jajaj! Jajaj! Ne! Hogy fogok ezen átmenni? Hogy fogok? Jaj, te köcsög! Na jó, van oké, és itt is azért át tudok menni. Az a baj, hogy így nem nagyon tudok más speciál emótot használni, mert nagyon nagy a izé. Mi az, amíg újra tudom használni. Igazából megfogok, ide átugrok, azt szavaz. Te mit villámozgatsz, ember? Tehát megfoglak, azt kiütlek. Hopp. Igazából megint csak blokkolnom kell téged, de amúgy ezzel a labdával átmenni, ez nem olyan bonyolult. Tehát most is így megfogom, azt szavaz. A labdával nem tudsz engem úgy ellökni, azt nem érted meg? El tudlak, csak nem annyira. Hát, szóval semmire nem mész vele. Na, labda. Ajaj.
Már neki mentél. Ne! Nem nyomta be a labdát. Jó, mindegy, most ezen úgyis át tudtam volna menni. Jó, csalt. Csalt, csalt persze. Jó van, nyugodjál le. Írjátok le. Hashtag csaló kis. Amúgy ennyire egyszerű a másik része. Te mit csinálsz? Ujjaj, mondjuk ez azért. Jó, oké. Okay. Nem volt olyan bonyolult. Na, Bara, mi lesz? Hogy halok meg előbb? Mi? Mit csináltál? Ott volt egy lyuk. Na jó van már, komolyan mondom. Ember, ott volt egy lyuk. Persze, a fejeden lesz egy lyuk, komolyan mondom, mert olyat rád verek. Haj, akkor ez azt jelenti, srácok, hogy 2-2 az állás, szóval egy döntő kell. Egy döntő, amiben nincsenek szabályok. Na. De. Jó, akkor várjál. Ki kéne találni valami nagyon jót. Na és akkor a végső az mi lesz? Az, hogy a felső 3 vagy 2 blokkon kb. Csak ott mehetsz át. Legyen már 3. Jó. Oké, okay, akkor annyi a lényeg, srácok, hogy akkor a blokkdás pályának az legszélső az oldalon lévő 3 blokkján játszhatok, de majd úgyis meglátjátok. Bara azt hiszi, így nem tudom elverni, de sima lesz. Na srácok, itt is vagyunk, és várjál, én kiválasztom a bal szélső oldalt, mert itt tudok jobban klatcholni. Szóval igazából annyi, hogy akkor én ezen a blokkon, ahol állok, ezen, illetve ezen a blokkokon közlekedhetek. Nem mehetek át ezeken a blokkokon kívül máshova. Szóval Bara igazából, hogyha kimarad ezeken kívül, akkor nem nagyon tudok igazából vele semmit kezdeni. Az a jó, hogy itt azért nagy része... Ezt tudom csinálni veled. Mit? És nem mozoghatsz el, mi az 3 blokktól. Mit csinál? Hú, de nagy fiú vagy. Hát el is rontottad, gratulálok. Tehát nagyon ügyes vagy. Ja, az a jó, hogy amúgy nagyrészt ilyen 2 blokkosok jönnek itt a szélén, tehát itt át tudok ugrálni, meg a labdával azért itt még lehet okoskodni. Megfogok azt arra, el se jön idáig a szarod. Na nézzük. Kíváncsi leszek, azért itt mondjuk lesznek olyan részek, amik... aha. Ja nem, mert itt igazából megfogok, azt tauntozok, azt szabad. Mit csináltál? Hívtak. Hívtak? Hívtak? Jó, oké, és akkor Bara vesztett. Ez azt jelenti. Hát, srácok, sajnálom. Barácskánk vesztett. Ez nem ért. Mondd el, hogy ki nyert. A nevét akarom hallani a nyertesnek. Én. Azért... Szerintem álomvilágba jössz. Nem. Csak mondd ki, hogy kis. Vesztettél. Én. Na jó, az idióta. Na srácok, köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy hatalmas nagy lájkot és iratkozzatok fel. Én kis voltam, és itt volt velem Bara. A kapibara. És srácok, hát nyilvánvalóan az áldás nem marad el a videó végéről, az Atya, Fiú és Szentlélek nevében kívánok mindenkinek egy csodálatos napot és csodálatos egészséget, srácok, Isten segítse a ti életeteket, és minden problémátokat tegyen semmivé, hogy könnyebb legyen az életetek, és minden álmotok valósuljon meg, ami persze azért józanész határain belül van. Szóval ja! Puszikállak benneteket, Jézus Krisztus szeret benneteket, ti is szeressétek őt. Én kis voltam, ő Bara. Szevasztok. Amúgy nyertem.